Kultúrával folytatjuk a délelőttet, és zenéről fogunk természetesen beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Fedor Kira énekesnő. Szervusz, szia, jó szeretettel reggelt. Köszöntelek. Igen, itt beszélgettük, hogy te nemrég keltél, úgyhogy még jó reggelt elköszönök. Most, tényleg nemrég. Én már talán jó napot elköszönök. Menjünk vissza egészen akkor a kezdetekhez, a te pályafutásod kezdetéhez. Mikor volt az? Itt én az 1998-as dátumot pontosan írtam föl. 98. Előtte is csinálgattam egy-két dolgot, de 98-ban jött el az a dolog, amire minden ember, minden tínédzser, minden gyerek, minden... Igazából aki zenész, az szerintem gyerekkorában csak azt álmodja meg, hogy színpadon áll, és innentől kezdve jönnek a rajongók, és interjú, rádió, mert hogy ez autogram, tehát ezekről álmodik, és tényleg akkor történt az meg, amikor adásba kerültem. Ez neked megvalósult, hogy ez a Kifutó című tehetségkutató volt, és ott milyen számmal debütáltál, vagy mi volt az első szám, amit elénekeltél? Olivia Newton-John. De Olivia Newton-Johntól énekeltem a Hopelessly Devoted to You. Jó mondtam? Igen. Szóval az ominózus. És utána téged elkezdtek végül is ezzel azonosítani, vagy hogy ez egy akkor olyan jól sikerült mondani produkció volt, hogy aztán én is, ahogy így olvasgattam veled interjúkat, meg cikkeket veled kapcsolatban, mindenki ezzel kezdte. Mindenki. Mi is most ezzel kezdtük, igen, a beszélgetést. Igen, igen. Nagyon bánom. Akkor szereted ezt? Pont persze, ezt akartam kérdezni. Szeretem. Hát ott indult el a gyermek, az úgynevezett gyermek karrierem. És a mai napig egyébként, hál' Istennek, én nem tudom, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon sokat változott az arcom. Tehát, mert hát idősödik az ember, és ez mégiscsak 20 évvel ezelőtt volt, de 20 év, az mintha, tehát így elment, de mintha nem is történt volna semmi, mert ugyanúgy megismernek az utcán, akárhol, bárhol, szakmán belül, meg aztán még inkább befészkeltem magam. Videó megosztón meg lehet találni ezt, igen, a felvételt, én, igen, tegnap bele is néztem, és hát a külsőd egészen félelmetesen hasonlít tényleg az eredetire, Olivia Newton-Johnra, ugye ez a, igen, Grease-ből, a musicalből az egyik dal, a hajad is teljesen ugyanúgy nézett igazából ki. Igazából semmi nem történt. A smink nem volt elmaszkírozva az arcom, tehát a ruha nagyon-nagyon hasonlított. Szerintem a hajam annyira nem is, mert sokkal hosszabb volt a hajam, és sokkal dúsabb. Neki szerintem, Olivia Newton-Johnnak, ha jól emlékszem, akkor neki barna színű szemei voltak, nem volt ennyire lágy a hangja, vagy én nem is tudom. Tehát nem annyira, tehát hogyha belegondolok, és a részletekre is egy picit odafigyelünk, akkor nem volt akkor hasonlóság, aztán meg mégis úgy összességében az összkép. De hogy utána onnantól kezdve másnap végig a hajráfal együtt, úgy beazonosítottak, Olivia Newton-John volt. Te lettél a magyar Olivia, igen, Newton-John, igen, ugye, igen, így is szoktak hívni. Ugye tiniként, vagy hát nem is tudom, gimisként, kisgimnazistaként belekerültél ebbe a Rivalda fénybe, a színpadon álltál, tényleg autogramokat, igen, osztogattál. Igen. Hogyan tudtad ezt kezelni azért? Ilyen nem még gyerekfejjel. Nem fogtam föl, és szerintem az ebben a legjobb, hogy nem nagyon tudja felfogni gyerekként az ember, hogy mi történik vele, mert a Rivalda fény az egy picit, ha megcsapja az embert, akkor megváltoztatja. Én föl sem fogtam, hogy ott mi történik, és emiatt talán nem is nagyon tudott megváltoztatni. Nem akarom, hogy ezt rosszul vegye ki magát, de a kamera, meg autogram, meg színpad, ezek, rádió, tehát nekem természetesnek tűntek. És nem azért, mert hát ez nekem jár, nem, hanem nem fogtam föl, hogy ez egy más dimenzió, ez egy másik világ, ez egy eufórikus állapot. Nem éreztem azt 15-16 évesen. A családod, a rokonaid, a barátaid, vagy az akkori osztálytársaid mennyire fogadták el ezt, hogy téged így ezzel a műsorral egy ország megismerhetett, és gond. Mennyire támogatott például, akár mondjuk a szüleid mennyire támogattak a családom ebben? Az teljes mértékben mellettem állt. Hát anyukám akarta megvalósítani az álmait bennem, illetve általam, és
ugye nyilván nem haragszom rá, mert imádok énekelni, szeretek táncolni, elvitt mindenhova, ami egy picit különlegesebbé teszi az embert, vagy picit feljebb sorolhatja, hogy úgy mondjam. Tehát ő neki ez nem sikerült gyerekkorában, és bennem akarta azt megvalósítani. Remélhetőleg sikerült is. Egy picit eltértünk, picit elkanyarodtam. Te barátaid például hogyan fogadták ezt, vagy az osztálytársaid? A barátaim is rövid ideig, de jól fogadták. Aztán meg azt látták, hogy így elmegyünk egymás mellett. Az osztálytársaim ugyanígy. Nem csak az osztálytársaim, hanem ugye egy iskolán belül hát rengetegen voltak, és szinte mindenkit ismertem, és tudtam, hogy azok, akik lemorzsolódnak, azok azért teszik, mert most van ez az úgynevezett irigység, rivalizálás, stb. Én viszont nekem senkivel nem kellett rivalizálnom, mert én voltam az egyedüli, aki elkezdett ezen a pályán így végigmenni. És hát nekem furcsa volt, mert miatt nem is voltak barátaim sokáig. Rossz, ugye, rossz azért. Általában, vagy azt olvassuk mondjuk bármelyik tehetségkutatóban, hogyha szerepel valaki, akkor ez egy ugrásszerű sikert, igen, hírnevet hoz neki, aztán azért utána van egy ilyen lejtős időszak. Igen. Ez nálad hogy volt, vagy hogyan élted meg itt a csúcs utáni időszakot? Tehát megtörtént ez a dolog, kifutó, adások, interjú, és onnantól kezdve végig fellépések. De nagyon-nagyon sok, amit már alig lehetett feldolgozni. Én csak csináltam, mint egy robot. De hát az, ugye az embert éltette a közönség támogatása, a szeretete, de egy idő után ugye elfárad az ember, amikor egy állóvíz lesz az egészből, hogy stagnál, hogy nem történik semmi, csak fellépések. Próbáltunk sajátokat, azt hiszem meg is jelent a befutók a kifutón. Azt hiszem az volt a neve még annak az albumnak. Felkerültem rá, és ott jelent meg az első saját dalom, a Mosson el az ápor minden bajt. Tehát az volt az első, és azzal nem is nagyon tudtam fellépegetni, inkább csak feldolgozások voltak, és megállt. Ez a dolog így megállt, lecsillapodott, lezajlott, és azt mondtam, hogy igazából nem nagyon volt gyerekkorom emiatt, és akkor kezdtem élni újra a gyerekkoromat. Leginkább akkor kezdtem ilyen 18-19 évesen, akkor mentem el utána dolgozni. Na de nem söpörtem magam mögé ezt a dolgot, hanem hagytam, hogy érjenek a dolgok, hogy idősödjek, hogy még tapasztaljak, hogy megismerkedjek a hangszerekkel, mi az, hogy zenekar. Hogy ne folyton zenei alapokra énekeljek, hanem hogy valóban álljon ki mögöttem egy zenekar. Hát akkor tényleg tudatosan kezdtél el készülni, vagy tanulni erről, igen, a pályáról, akkor a kifutós dolgokat, igen, szépen akkor eltetted a maga kis helyére. Hogyan alakult aztán később? Most például ugye a Rajtad áll, az a mai beszélgetésünknek a címe, ez az egyik új dalod. Igen. Tehát akkor azért sikerült itt megtalálgatni a saját utadat. De hál' Istennek ezt a tempót, ezt én diktálom. Tehát ahogy érzem, ugye 2017-ben jelent meg a legelső saját dalom. A Mosson el az ápor című minden bajt, azt ugye eltettem egy fiókban, nem a legalsó fiókban, hanem ugye jött a Got to be a Day című dalom, az első dalom, amit a dal megosztó, illetve nem tudom, hogy kimondhatom-e a nevét, hogy melyik produkcióban, tehát végül is egy... Ott dalokat kell megmutatni, saját dalokat, és azzal versenyezni. És hogy aztán tudtam, később ugye az Eurovíziós Dalfesztiválon eljut. Nem tudtam, hogy kimondhatom-e, igen, és az volt az első dalom. A győztes, és nagyon szép piros ruhában voltál, igen, ugye a produkcióban. Igen. Nagyon szeretem a pirosat, és ezt meg is akartam jeleníteni a színpadon, meg ugye a klipben is, hogy engem a piros éltet abszolút. Rögtön néztem is a pirosokat. Van piros itt is a stúdióban, akad egy pár helyen. Hogyan fogadták ezt, vagy nevezhető ez mondjuk egy nagy visszatérésnek, hogy te ismét megmutattad magad? Igen, ezt a dalban még mondták is, hogy emeljük már ki ezt a dolgot, hogy emlékezzenek rám, hogy a kifutóból jövök vissza, és az volt az érdekes, hogy a kifutó adásait is ott forgatták, ahol most a dal adásait is. Ugye ott is vokáloztam, tehát ott voltam, mint vokalista arc, mint fix ember. Ugye én közben vokálozgattam, és annyira kinőttem magamat a háttérénekesek világában is, hogy most már azt kérdezik, hogy hol nem vokáloztam. Tehát ezt,
ezt az utat is egy picit így egyengedtem magamnak, de nyilván volt bennem vívódás, hogy vokál, vagy a szólóének. És akkor úgy döntöttem, hogy a szólóének. Hát minden énekesnőnek nem az az álma, hogy hát ott halljuk a hangotokat a dalokban, a produkciókban, hogy tényleg ott van, és hogy nagyon szép, de hogy kilépni a háttérből, és merni kiállni mondjuk a színpadra. Igen. Egyedül, ehhez azért egy bátorság. Igen. Kell, egy nagyon. Igen. Bátor döntésnek. Igen. Kell megszületnie benned. Igen, na de vokalistaként, tehát amíg még vokáloztam, addig azt láttam, magamat is láttam hátul, meg elől is, plusz az előadót is láttam, hogy mi megy keresztül. Tehát azért azt lehetett érezni, hogy mit vállal, meg mit kezd el cipelni a hátán az előadó, hogyha előre lép. Tehát azért volt ennek súlya, és mondom, azért voltak bennem ezek a vívódások, hogy na most mi legyen, előre lépjek, vagy maradjak hátul, szolgáljam ki az előadókat továbbra is, és toljam a szekerüket, vagy akkor most végre valahára az enyémet megfogom, és elkezdem cipelni, illetve tolni. Nehéz, ez azért az nagy felelősség. Tehát onnantól kezdve vagy bedarálnak, vagy éppen jósülnek el a dolgok. A Got to be a Day című dallammal szerintem jósültek el a dolgok. És akkor ezzel az új dallal mi lesz? Rajtad áll ez a rajtad cím, miről áll. Szól egy picit? Vázoljuk. Igazából fel. Az ember álmodik, és az álmaiban bármi megtörténhet. Akár szét is tolhatsz egy falat, akármi. Tehát most mondtam valamit, és álmodni meg szabad. Tehát merjél nagyot álmodni. A szíveddel, az agyaddal, a lelkeddel, a habitusoddal, a vérmérsékleteddel, úgy mindennel, és pont erről szól ennek a folytatása, illetve a következő fejezetem, hogy álmodom és megcsinálom. És amikor már nem csak álom, hanem valósággá válik, akkor az a legszebb. És kiknek szól ez a dal, akkor nem csak fiataloknak? Nem. Itt mindenkinek, aki tud vele azonosulni. De nyilván a fiatalok kezdenek el először álmodni. Hát előttük áll az élet, és onnantól kezdve alapoznak, megalapoznak, építenek, terveznek, szerveznek. Úgyhogy többnyire a fiataloknak, mert ők kezdenek el tervezni. És akkor végül beszéljünk még egy kicsit a tervekről. Gondolom vannak. Sok. Ez az év, ez most olyan, hogy egyfolytában gyártom a dalokat. Két emberrel ültem össze, Balázs Tiborral, meg Jung Norbival. Elkezdtem dolgozni Barta Ákossal és a Mango Rise-nak a frontemberével, úgyhogy nagyon sok embert így magam köré vettem, és hál' Istennek jó emberek, és nagyon-nagyon tudnak inspirálni, és nagyon jól tudnak instruálni, tehát nem csak, és elkezdtem, az a legújabb dolog, hogy elkezdtem szöveget írni. Tehát mondta Balázs Tibor, aki egyébként a párom is mondta, hogy miért nem írok szöveget, miért nem kezdem el. Hát mondom, már nem nagyon érzem, és egyszer csak elkezdtem szöveget írni, és azt vettem észre, hogy egyik sör után jön a másik. És akkor csak egy kicsit így ebbe belekorrigálni, igazgatni. De így ezáltal akkor talán közelebb is kerülnek hozzád a dalok, hogy a saját dalaidat. Igen. Énekelheted. Mert az életemből, illetve mások életéből is, de a saját tapasztalataimat írom le, és pont benne élek, azért is tudom megírni. Szerintem így sokkal könnyebb dalt írni, kerekebb. Mint hogy kérek egy szövegírót, hogy mondj, a Rajtam áll című dal, visszatérek gyorsan, pont Jung Andi, Jung Norbinak a felesége írta meg, aki iszonyat jó szöveget írt hozzá szerintem, tele van metaforával, tele van az érzelmeimmel, tehát ő ismert is valamennyire, de nyilván a következő dalokat, amiket egyfolytában gyártunk, azoknak már én írom a szövegét. Hát akkor rajtad áll, merjünk álmodni, te. Igen. Is álmodsz nagyokat. Igen. Én akkor ezeknek a megvalósításához kívánok sok erőt. Köszönöm és akkor szépen. Jó munkát. Igyekszem. Köszönöm szépen.